Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Magyarországgyűlés tagja Hollik István, a KDNP színeibe és a Fidesz kommunikációs igazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az új Amerika elnök bejelentette már első perceiben, hogy a NATO-t meg kívánja erősíteni. Az annyit jelent, hogy Amerika sokkal többet fog beleadni. Vannak országok, akik idáig nem teljesítették a 2%-ot, most keményen teljesíteni fogják. Aki teljesítette idáig is nagyon erősen, az például Lengyelország volt, de minden oka megvan, mert részben az oroszoktól, részben a németektől, tehát tapasztalataik vannak nekik. Hogy állunk mi? Hisz, és már is mondom, miért kérdezem, Törökországnak is keményíteni kell. Törökországban azért egyre erősebb az iszlám vonal, és a térségben is. Hisz, akkor, hogyha azt hisszük, hogy azért, mert koronavírus van, nem lesznek szerencsepróbálók, akik a harmadik világból elindulnak, akkor tévedünk, hisz most is nagyon sokan vannak úton. Sok kérdés. Ugye mi vállaltuk azt, hogy el fogjuk érni azt a célkitűzést, sőt, valójában úgy korrekt, hogyha úgy fogalmazunk, hogy azt a kötelezettséget, amelyet valóban a NATO tagországok közül nagyon sokan nem teljesítenek, tehát úgy tagok, hogy közben azt az elvárását a NATO-nak, hogy a GDP 2%-át azt fordítsa, védelmi kiadásokra, ezt nem teljesíti. Egyébként a korábbi amerikai elnök Trumpnak köszönhető az, hogy ebben az ügyben volt elmozdulás, és Magyarország is sajnos azok közé, az országok közé tartozik, aki nem teljesítik. A leopárdokkal sem lépünk előbbre meg az újabb beruházásokkal? De ugyanakkor van egy ütemtervünk, amelyet megígértünk a NATO szövetségeseinknek, ehhez viszont megtartjuk magunkat, és minden évben közelebb jutunk ehhez a 2%-os kötelezettségünkhöz, és nem sokára, éveken belül el is fogjuk érni azt. A NATO-ba tartjuk a 2%-ot, a NATO egyre erősebb lesz. Ugyanakkor nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hónapokban arról, hogy van egy Európai Uniós hadsereg is készülőben, részben a magvai már megvannak. Ott mit kell, hogy tartsunk? Vagy ugyanezt az eszközt tudjuk ott is bevetni? Hát először is ugye azért az európai hadsereg egy megállapodás kell, hogy erre van szükség. Ez még nem történt meg. Hát az Európai Unió a szerződések betartása, nem betartása, az külön fejezet. Az külön fejezet, de az európai hadsereg létrejöttéről, miben létéről, működéséről szóló döntés, az még nem született meg. Magyarország miniszterelnöke támogatja, hogyha egy ilyen döntés az Európai Tanács asztal elé kerül, akkor mi egy ilyen javaslatot, nyilván a részleteket át kell beszélni, azt tudunk támogatni. Márpedig azért, mert azt látjuk, hogy Európának a biztonsági helyzete az elmúlt néhány év alatt romlott, azt is mondhatjuk, hogy megroppant. Tehát az a biztonság, ami az Európai Uniót, illetve a tagországait jellemezte 2015 előtt, az már nagyon messzi múltnak tűnik. Ahhoz, hogy ezt a biztonságot újra garantálni tudjuk az Európai Unió állampolgárainak, ahhoz bizony lépéseket kell tenni. Az elmúlt napok folyamán kölcsönös látogatást tett a magyar és a lengyel vezető egymásnál. Mind a két helyen, minthogyha a záró nyilatkozatok arról szóltak volna, hogy az egyik támogatja a másikat. Úgyhogy úgy tűnik, hogy vagy én elaludtam, vagy lemaradtam valamiről, mert itt van előttem a mai Népszava, ahol a címoldalon az van, hogy Varsó kihátrál a vétóból. Tud erre valami magyarázatot adni? Vagy lehet, hogy tényleg én elaludtam és lemaradtam valamiről?
nem a kettő nem mond ellent egymásnak. Mi azt mondtuk, hogy mi nem tudunk olyan megállapodást elfogadni, hogy a Magyarország miniszterelnöke ezt mondta, nem tud olyan megállapodást elfogadni, ami nem elfogadható Lengyelország számára. Tehát, hogyha születik egy olyan megállapodás, a lengyelek képesek egy olyan megoldást találni, ami számukra elfogadható, akkor az valószínűleg olyan megoldás lesz, amely számunkra is elfogadható. De természetesen mi mindig a magyar nemzeti érdek alapján nézünk bármilyen javaslatot, úgyhogy majd ha születik ilyen kompromisszumos javaslat, akkor az mindjárt... Tehát akkor ennek a címnek lehet, hogy úgy kellett volna szólni, hogy lehet, hogy megjelent a fény az alagút másik végén, és Angela Merkel megoldásokat keres, hogy win-win alapon ne kerüljön sor a vétóra. Erről van szó. Értem. Ugyanakkor épp az előbb a katonai szakértővel beszéltünk, hogy nagyon sok ember tél, koronavírus, elindul szerencsét próbálni, főleg a harmadik világból, Afrikából, ahonnét idáig nem nagyon sokan jöttek, most viszont egyre többen indulnak el. Hogy vagyunk erre mi fölkészülve? Mi ugye úgy látjuk, hogy az európai vitáknak a szíve közepe az éppen ez a kérdés, a bevándorlás kérdése. És hát az a vita, ami biztos, hogy a nézők már lehet, hogy unnak. A nézők szeretnék a koronavírus túlélni és friss levegőt venni. Viszont abban a pillanatban, hogyha kinyitjuk a határokat, és mindenkinek a szíve joga megsajnálni azt, aki éppen szerencsét próbálni megy, én azt üzeném nekik, hogy várjanak egy kicsit vele, ne most. Tehát a helyzet az, hogy lehet, hogy unják, de az a probléma, hogy az Európai Unióban még mindig nincs egyetértés, sőt, a vita az pontosan ugyanolyan éles, és az álláspontok ugyanolyan messze vannak egymástól, mint évekkel ezelőtt. Hát ugye nemrég rakott le a bizottság az asztalra egy tervet, ami tulajdonképpen a migráció végrehajtásáról szól. A címe is sokat mondó, az a cím, hogy teljes befogadás. Ebben a következő állítások szerepelnek, 34 millió bevándorló él az Európai Unió területén, őket integrálni kell. Sőt, mivel az Európai Uniónak az idősödő társadalom és munkaerő problémái vannak, további migránsokat kell behozni, úgy, mint a korábbi években. És ezeknek a migránsoknak alapvető jogokat kell biztosítani, ebbe beleértendő a lakhatás. Tehát azt mondják, hogy ennek a 34 millió bevándorlónak, aki már itt van, meg aki majd jön, azoknak, ahogy ez a dokumentum fogalmaz, megfelelő, elérhető lakhatást kell biztosítani. És azt is mondja, hogy a bevándorlóknak teljes politikai jogokat kell biztosítani, sőt, a dokumentum továbbá is azt mondja, hogy el kell érni, hogy a bevándorlóknak politikai képviseletük is legyen, és részt vegyenek, így fogalmaz szó szerint a dokumentum, hogy részt vegyenek helyi önkormányzatok, az országos képviselet. Még hogy hol vannak, hogy vegyenek részt egy szavazáson. Ez ugyanolyan, mint ahol a halottak szavaznak. A helyzet az, hogy az én értelmezésében ez nem más, mint a liberális baloldalnak a szavazat vásárlása. Beengedik a bevándorlókat, lakhatást biztosítanak nekik, majd szavazati jogot, és így próbál a baloldal szavazatokhoz. Hagyjuk a liberális baloldalt aludni, hagy aludjanak. Én viszont valami egészen felháborító dolgot szeretnék kérdezni. Itt van az Európai Unió. Nem is olyan régen, még 28-an voltak, most 27-en vagyunk. Viszont az egy, aki már nincs közöttünk, holnapi nappal elkezdik beoltani őket. Hol volt az Európai Unió oltásbeszerző osztaga, amikor sorba álltak, előfizették, megrendelték? Valahol hátul. Milyen érdekérvényesítő szervezetnek, klubnak vagyunk a tagjai? Ugye éppen ezért mondjuk azt... És én Európa párti vagyok, csak ezt nem értem. Ahogy mi is,
Ezért mondtuk azt, hogy felelőtlenség lenne, a magyar emberek érdekével ellentétes lenne, hogyha a vakcinából, ahogy ezt a baloldal szeretné, ideológiai kérdést csinálnak, és csak Nyugat-Európából szereznénk be vakcinát, nem Magyarország... Mindenhonnét, ahol kapni lehet. Így van. Mindenfélét, azt csak majd a magyar hatóságok legyen. Bevizsgálják, ha biztonságos, akkor lehet menni a fennevezett vakcinát, mert most Angliát átoltják, az is csak ideglenes engedélyt kapott. És mindenhol mindenki csak ideglenes engedélyt. De ugyanakkor azért mondjam, azt is meg lehet érteni, hogy egy amerikai gyógyszercég azt mondja, hogy ő először Amerikának, meg az angol száz világnak fog vakcinát szállítani. Ugye azért mondta vissza a Pfizer az Európai Unió Európai Uniós megrendelések felét, és egyébként fizeti majd vissza az előleget, mert ő azt mondja, hogy az amerikai megrendelései azok megnövelkedtek, és ők ezt akarják először kielégíteni. Én azt gondolom, hogy a nemzeti érdek az első, tehát nem csodálkozhatunk azon, hogyha egy amerikai cég először Amerikába fog szállítani, még annak ellenére is, hogy le volt kötve egy kapacitás az Európai Uniónak, azt vissza fogja mondani, mert először a saját hazájába fog szállítani. Ezen szerintem nincs mit meglepődni. Éppen ez erősít meg bennünket abban, hogy izraelit, kínait, oroszt, minden vakcinát, ami fellehető és ami már olyan stádiumban van, hogy tesztelni lehet, azt be kell szerezni Magyarországnak, le kell tesztelnie, hogy minél hamarabb a magyar emberekhez hozzájusson. Utolsó kérdésem mára, nem teljesen világos szerintem Magyarország több polgármesterének sem, akkor most lesznek elvonások, iparűzési adó, marad-e a városoknál, vagy nem marad? Egy tisztviselő ötletelt egyet, és ettől mindenki kétségbe esett. Mi az igazság? Hát, ugye maradjunk a tényeknél. A koronavírus válság, vagy a koronavírus járvány és azáltal létrejött gazdasági válság mindenkit sújt. Vállalkozásokat, a központi költségvetés és az önkormányzatokat egyaránt. Ha a központi költségvetés, tehát a kormány meg tudja oldani azt, hogy rendkívüli erőfeszítéseket és egyébként pénzügyi forrásokat biztosít a védekezésre, és ennek ellenére nem, hogy adót emel, hanem adót csökken, illetve további támogatásokat vezet be, akkor úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatok is ezt meg tudják tenni. De mivel a tapasztalatunk az ezzel ellentétes volt, ezért hozta azt a döntést a kormány, hogy 2021-ben az önkormányzatok nem emelhetnek viszont adót. Iparűzési adó náluk marad. Az iparűzési adóval kapcsolatban pedig valóban egyelőre ott tartunk, és minden más az egyelőre a pletyka és spekuláció, hogy az iparkamarának, Parag úrnak volt egy javaslata. Ezt a javaslatot a kormány még vizsgálja, erről a javaslatom még nem döntött. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a KDNP országgyűlési képviselője volt stúdiónk vendége. Viszontlátásra a jövő héten, vigyázzon magára és a családra, tartsa meg a távolságot, és ez ma már nem kívánság műsor, ezt mindenhova vigye magával. Ha egyedül vezet az autóba, ott nem kell. Előzetesek, és jövünk vissza, már is következő vendégünk Pászkán Zsolt, romániai választásokkal fogunk foglalkozni. Tartsanak velünk!